Hatalmasat zuhant hazánk a világ országainak versenyképességi listáján. A Világgazdasági Fórum összegzése szerint Magyarország a tavalyi 48. helyről a 60. csúszott vissza. A nemzetközi szervezet szerint főként a gazdaságpolitikai bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság okolható a rossz eredményért. Az LMP szerint a valóság ismét tükröt tartott Matolcsy Györgynek, a Nemzetgazdasági Tárca azonban úgy látja, hogy áldozatok árán ugyan, de sikeres volt a pénzügyi konszolidáció. Versenyképes országot ígért tavaly Orbán Viktor, a legfrissebb adatok alapján azonban eddig erről nem lehet beszélni. Sőt, a Világgazdasági Fórum összesítése szerint rosszabbul állunk, mint egy éve. Tavaly a világ 144 országából versenyképességi mutatók terén 48-ak voltunk, idén sokkal rosszabb a helyezésünk. Egy év alatt 12 helyet zuhant Magyarország, a 60. helyen áll, ezzel Sri Lanka után a második legnagyobb vesztes a világon. Nem jobb a helyzet akkor sem, ha csak az uniós tagországokat rangsoroljuk, így a 27 államból 23. Magyarország. A Világgazdasági Fórum indoklása szerint a gazdaságpolitikai bizonytalanság, a magas infláció és a kiszámíthatatlanság okozta a romlást. Javulást egyébként csak egy-két helyen, például az államháztartási egyenleg alakulásában mutat Magyarország. Tudjuk, hogy emögött a magányugdíj pénztári vagyon eltérítése van. Azaz sok örömre ez sem ad okot a szakértő szerint. Vakhal Péter azt mondja, hiába húzta fel 13. helyre olajexportőr országok közé a magánpénztári vagyon átcsoportosítása Magyarországot, ez csak átmeneti korrekció. Ez nem tartható állapot, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak ebben a mutatóban, hanem minden mutató területén egy kicsit hátrább sorolódunk, vagyis ez egy olyan folyamat, ami valószínű, hogy Magyarország jövőre nem a 60. lesz, hanem akár még hátrább is csúszhat. A valóság ismét tükröt tartott Matolcsy Györgynek. Elkeserítőnek tartja a statisztikát az LMP. A párt szerint nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarországnak az északi országok mintáját kell követnie, és az is, hogy az unortodox gazdaságpolitika megfojtja a gazdaságot. Matolcsy Györgynek és leginkább Orbán Viktornak meg kell értenie, hogy ez a félázsiai út, amit ő elképzel, ez egy zsákutca. Ha ezt nem értik meg, akkor vehetik a kalapjukat. A Nemzetgazdasági Tárca mindössze egy közleményt adott ki az adatok kapcsán. Eszerint Magyarország pozíciójának változása jól mutatja, hogy az elmúlt két év pénzügyi konszolidációja áldozatokkal járt ugyan, de sikeres volt. A tárca azzal számol, hogy az eddig végrehajtott reformok eredményei a következő években lesznek igazán érezhetőek, amikor a növekedés is megmutatkozik majd.